Sziasztok! Az Access Point csapata újra eszközöket tesztel, ezúttal Wi-Fi-s berendezéseket, Wi-Fi-s Access Pointokat fogunk összevetni egymással, és ehhez nem lehetne jobb helyszínt találni egy iskolánál. Tesztelésben az a kihívás, hogy nagy mennyiségű kliens csatlakozzon az egy időben a hálózatra, ehhez megfelelő számú klienst biztosítani nem könnyű. Ezért is gondoltuk azt, hogy szükségünk van egy hosszú távú tesztre, amire itt ezúton is köszönjük a Patriarch Lajos szakközépiskolának, hogy lehetőségünk nyílt. Baráti kapcsolaton keresztül sikerült elérni egy olyan együttműködést, hogy oktatás és tudás anyagot kapunk az Access Point Kft-től, amit mi a rendszerüzemeltető, illetve az informatikus képzésben megpróbálunk felhasználni. És amikor felmerült, hogy ők szeretnének tesztet végezni, akkor természetesen egyből mellék álltunk. Ugye rendszerüzemeltetőket képzünk, tehát az általuk elvégzett teszt az tulajdonképpen nekünk az oktatásban egy még jobban felhasználható dolog. Végre úgy tudunk valamit bemutatni, hogy a saját intézményükön keresztül, és életszerűvé tesszük azt, ami egyébként csak egy tankönyvi példa lenne. Mi is az ügyfeleinknek a legjobbat szeretnénk nyújtani, vagy éppen az optimálisat, hanem a legjobb kell. De ehhez tudnunk kell, hogy pontosan mit várhatunk el az adott berendezések gyártóinak különböző modelljeitől. Jelenleg a 802.11 AC Wave 2-es access pointokat veszünk górcső alá. Ezek az eszközök képezik a kínálat csúcsát, és ezek vannak kifejezetten arra kihegyezve, hogy nagy mennyiségű kliens terhelését lekezeljék. Csúcsidőben majdnem 1000-1200 tanuló előfordulhat az iskolába. Most ez az érettségi miatt egy olyan 5-600-ra visszacsökken. Hogyha ők ezt használják, már pedig használják, akkor ami belefér. Külön internetbetáplálást szerettünk volna biztosítani a tesztrendszernek. Bevontuk az észtelekomot a tesztünkbe, és ők készségesen álltak a munkához, egy 1 gigabites kapcsolatot létesítettek a mi tesztünkhöz. Ezt egyébként egy Mikrotik LHG 60 GHz-es eszközzel valósították meg. Az Access Point csapata az iskolában 3 különböző helyre 3 Access Pointot telepített. Ezek közösségi terek, ahol várható a magas kliensűrűség. Itt fogjuk a méréseinket elvégezni. Lesznek szabad felhasználós tesztek, tehát ahol a diákok tulajdonképpen csak napi használatban adott forgalmat generálnak, és lesznek műterheléses tesztjeink is, ahol a hálózatra csatlakozva magasabb adatforgalmat fogunk generálni ahhoz, hogy lássuk, mit tud az Access Point a vége tulajdonképpen az ő kapacitásoknak. A tesztek eredményeit videók formájában fogjuk veletek megosztani, iratkozzatok fel a csatornánkra, ha még nem tettétek volna. Nem sokára jelentkezünk. Sziasztok!